városi rendezvényprogramba ez a mai est úgy szerepel, hogy kertbarát borűnnek. És hát azt beszéltem meg magammal, hogy ez nagyon jó és nagyon találó kifejezés a mai összejövetelünkre, mert ünnepelni jöttünk máma. Ünnepelni fogjuk azt, hogy a 2019-es évben is volt erőnk, energiánk, némelykor egészségünk, sokszor kedvünk is, hogy megműveljük a szőlőnket. Páldi Ede, a Dombóvári Kertbarát kör elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A kertbarátok szervezésében az idei volt a 36. borverseny, ahová összesen 36 borász 96 mintát adott le. Kovács János borszakértő szerint a térségben a borbírálatok alkalmával a szakmai zsűri által megvizsgált borminták minősége is bizonyítja, hogy a 2019-es esztendő a borkészítés szempontjából az elmúlt 10 év legjobb esztendeje volt. Lassan a borversenyek vége felé járunk, a kistérség zömében, a kistérségi településeken megtörténtek a borversenyek, és hát az a vélemény, ami a kezdetben kialakult, hogy a 2019-es évjárat az átlagosnál jobb évjáratnak bizonyult, az bebizonyosodott. Mindenhol nagyon jók voltak a borok, nagyon finomak voltak, gazdag volt a színvilág, az illat és az ízvilága a boroknak, úgyhogy összességében csak pozitívan lehet nyilatkozni a 2019-es évjáratú borokról. Természetesen, mint minden évben, az idén is akadtak hibás borok, téves borok, amik nem az évjárattól függenek, hanem a boros gazdának a munkájától, és erre felhívtuk a figyelmet, hogy ezt másképp kell csinálni, szíveskedjen egy kicsit jobban odafigyelni, és akkor ezek a hibák kiküszöbölhetők lesznek. Az átlagnál lényegesen jobbak voltak a borok, mert a fehér borokból a 35-ből 14 arany lett, 12 ezüst és bronzérmet 9 bor kapott, a rozé borokból a 11 bor mintából 3 lett arany, 3 lett ezüst és 5 lett bronzérmes, míg a vörös borokból összesen a 49-ből 20 minta kapott aranyérmet, 17 ezüstöt és 12 kapott bronzérmet. És volt egy gyümölcsbor is, nagyon finom volt, nagyon kiváló volt, a termelők és a szőlősgazdák most már a gyümölcsborok irányába is kezdenek egy kicsit elmozdulni. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a vörösborok minősége egy árnyalattal jobb volt, mint a fehérboroké, és hát az évjárat is a jó évjáratok közé sorolható. Az évek óta csökkenő tendenciát mutató borkészítési kedv országos szinten is tapasztalható. A dombóvári szőlőgazdák közösségében is a 70 év feletti átlag életkor jellemző. A fiatalabb korosztály életviteléből adódóan nem szívesen áldoz szabadidejéből erre a sokszor időigényes hobbira. Az idei versenyen az évbora címet Boda István, míg az év borásza díjat Dávid János vehette át. Én az első borversenyen is már részt vettem. Azóta körülbelül 300 érmet, oklevelet kaptam. A évbora elnevezés, kitüntetés, mindegy, hogy minek mondjuk, 2010 óta van. Azóta is nem dicsekvésként mondom, de 11 borom volt már az évbora. Ezek az eredmények nem csak az én érdemény, családomé. A családom egy része, testvérem is családja, az borjárunk, Ajdacson élnek. Az itteniek, lányom, vejem, fiam, unokáim segítenek ebbe az eredménybe, úgyhogy ez egy közös tímnek az eredménye ezek az évek. Borászkodom már lassan 40 éve, sőt több, már 77-ben kezdtem, és a szőlőm az Döbrökközön van, a kurvasai dülőben. Örülök neki, hogy arról a területről, vagy azon a területen termelem a boromat, és vagyis a szőlőmet, abból van ez a bor, és elnyertem az év borászati díját. Boda István fehérbora, Páldi Ede kék frankos rozébora, és Visnyei Tibor vörösbora lett kategóriájában az első.